ismét szép számú közönség előtt, majd közönséggel táncoltak a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes tagjai március 11-én a Városháza téren. A 70 éves évfordulóját ünneplő együttes ez alkalommal az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére szervezett villámcsődületet. A kezdeményezés ez alkalommal is rendkívül sikeres volt. Mindenről Lengyel Szabolcs művészeti vezetővel beszélgettünk. Arra gondoltunk megint, mert annyira jól éreztük magunkat itt, hogy táncolhattunk a nézőkkel, a szülőkkel, nagyszülőkkel, meg a rajongókkal, hogy akkor ismét jövünk egy kicsit a főtéren. Hál' Isten megnyíltak a színházak, megnyíltak a lehetőségek is, de hogy annyira ki voltunk éhezve, hogy táncoljunk, úgyhogy azért gondoltuk, hogy megint kijövünk. Hát most egy kicsit komolyabbra vettük, mert azért mégis ez a 48-as ünnep azért egy sokkal méltóságteljesebb előadást követel, mint farsankor itt kiabálni, meg dobolni össze-vissza. Úgyhogy egy kicsit így hát egy ünnepi műsor, de mégse az a szigorúan vett ünnepi műsort akartunk itt egy kicsit a főtérre létrehozni. Lengyel Szabolcs úgy folytatta, mind a fiatal, mind pedig a nagy együttes kötelékéhez tartozó táncosok is felléptek. Az alkalomhoz illő stílusban választották ki a táncokat és koreográfiákat. Az utánpótlás is és a nagy együttes is megmutatkozott. Huszárcsákóba, zsinóros kabátba, mentébe, és hát ami 48-hoz nagyon fontosak, a verbunk, a legényes és a csárdások. Úgyhogy igazából ezeket szeretünk volna megmutatni Sárköztől, Rába közig, Kalotaszegen, Györgyfalván keresztül, férfiének, hát azért nem mehetünk el a férfiének mellett, hogy azért az milyen fontos és milyen hatalmas ereje van, és hát természetesen egy nagy csárdásra meginvitáltuk a közönséget, és azt vettük észre, hogy nagyon tetszett nekik, úgyhogy biztos, hogy még fogunk találkozni itt a főtéren. Mint arról Franyó Ivett, az együttes táncosa beszámolt, az volt a céljuk, hogy mind a fiatalokat, mind pedig az idősebbeket bevonják a programba. Most a Vasas Eliti, a Huszáros villámcsődület volt a Városháza téren, Sárközi táncolt az egyik csoport, és mi a nagy együttessel Rába közé táncoltunk, utána bevontuk a piciket is egy kis táncban, meg aki tudott jönni táncolni, meg volt kedve, velük szintén Rába közisztünk, illetve szatmáriztunk, vagyis hát a kisebbekkel inkább forogtunk, meg csárdásoztunk. A Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes villámcsődületéről készült írásos összefoglalót és képgalériát a Dunaújváros online-on is megtekinthetik az érdeklődők.